Három évtizedes pedagógusi pályának vethet véget, ha tényleg bűnösnek találják a pécsi tanárt, aki megfogott egy szerinte tiltott helyen dohányzó fiatalt. Az ügyészség szerint ez személyi szabadság megsértése. A tanár állítja, ma sem tenne mást. A bíróságnak elég messziről kell kezdenie, még azt is szakértővel kell megvizsgáltatni, hogy az iskola területén gyújtottak-e rá a fiatalok. Ami Jancsula Dezsővel történt, az 10-ből 10 pedagógussal megtörténik a pályafutása során. Vásodkölkök beszólnak, a tanár meg kicsit erőteljesebben reagál, mint szokott. Abban a szituációban semmiféleképpen nem érdemeztem ezt bűncselekmény szintű fellépésnek. Az ügyészség szerint viszont a tanár olyan bűncselekményt követett el, aminek 5 év börtön a maximális büntetése. Az eset itt történt ebben a pécsi általános iskolában. Furcsa hely, legalábbis egy iskolához képest. Kerítés nincs, de még egy tábla sem jelzi, hogy kié a környező terület. Az iskola előtti parkba bárki besétálhat. Az iskola mögötti rész pedig egyenesen az ifjúsági álom. Egy hatalmas grund, amit különböző intézmények vesznek körbe. Van itt könyvtár, kollégium, művelődési ház. A helyszínről ordít, hogy annak idején kifejezetten közösségi összejövetelekre tervezték. A téren nem mellesleg rengeteg hamutartó van kihelyezve. Talán nem meglepő, hogy a helyi fiatalok itt szoktak összegyűlni, és bizony még rá is gyújtanak. 2020. szeptember 24-én Jancsula Dezső délután 3 körül a Grundon keresztül ment be az iskolába, amikor észrevette, hogy pár 16 év körüli fiú már megint ott dohányzik. Rájuk szólt, a fiúk el is dobták a cigit, de amikor a tanár bement az épületbe, újra rágyújtottak. Ők akkor valóban demonstratíve újra kijöttek a közterületre, jelezték, hogy ők ezt a törvénysértő cselekedetet folytathatják, hiszen megtehetik. Valóban kimentem, valóban felszólítottam őket a cselekedete abbahagyására, melynek a társaság egy-egy tagja eleget tett, ugyanakkor a sértett Olivier valóban szememben letagadta. Majd szóváltásba keveredtünk, hogy én fölhívtam az igazgató irodába. A férfi annyira felhúzta magát, hogy megragadta az egyik fiatal táskapántját, és elkezdte magával vonszolni, hogy felviszi az igazgatóhoz. Ekkor valóban a táskája pántjánál fogva én visszatartottam őt. A fiú azonban ellenállt, már csak azért is, mert nem ebbe az iskolába járt, gimnazista volt. Elkezdte magával, mint egy 10-20 méteren keresztül rángatni. Kérték a Jancsula Dezsőt, a tanárt, hogy engedje el. Jancsula Dezső ennek nem tett eleget, hanem folyamatosan húzta maga után a sértettet, akiről egyébként tudomással bírt, hogy nem az iskolának a tanulója. A hangulat pattanásig feszült, a fiatalok egyre keményebb szavakkal szitták a tanárt. A társaság egyes tagjai viszont igen erőteljes verbális alázásba kezdtek, tehát ha konkrét akarok menni, akkor a k***nyád és eltöröm a kezedet. Ám ekkor még talán lehetett volna kezelni a helyzetet. Csak hogy megjelent az iskola takarítója, aki bentről látta, hogy a tanár egy csapat fiatallal vitatkozik. A takarító, nagy darab, 100 kilós férfi kőkeményen verekedni kezdett a 16 évesekkel. A telefonnal készített felvételen jól látszik, hogy még a földre vitt gyereket is tovább üti. Ez az, ami miatt végül Jancsula Dezső is a bíróságon kötött ki. A takarító már korábban beismerte a bűnösségét, így őt tárgyalás nélkül bírói végzéssel felfüggesztett börtönre ítélték. Meglökött, elindult, én utána mentem, megfogtam a jó bálát, és két arcon vágott. A pécsi pedagógusok nagy döbbenetére az ügy kapcsán Jancsula Dezsőt is megvádolták. Szimpátia tüntetést szerveztek mellette, támogatják a mai napig. Az ügyészség eredetileg pénzbírságra akarta ítélni a tanárt, ám ő nem fogadta el a büntetést, tárgyalást akart. Az ügyész itt már még enyhébb büntetést ajánlott, megrovást, ám a tanár ebbe sem ment bele. Ragaszkodik hozzá, hogy ő ártatlan. Nagyot kockáztat. Ez az indítvány, ez beismerő vallomás esetén az előkészítő ülésre vonatkozik.
Ez itt és most vonatkozik. A tanárt személyi szabadság megsértésével vádolják, aminek a büntetési tétele 1-5 évig terjedő börtön. Mivel tárgyalás lesz, ha végül bűnösnek találják, a bíró fogja eldönteni, mennyit kap. Jancsula Dezső azt mondta, semmit sem csinálna másképp ma sem. Ugyanúgy oda menne számon kérni a dohányzó fiatalokat. Hogyha most azt mondanám, hogy nem, akkor azt üzenném, hogy egy balek vagyok. És mindenkinek azt üzenném, hogy sunyj le a fejed, légy közömbös. De nem. A bíróságnak kell majd megválaszolnia, hogy tényleg bűncselekménye, ahogy Jancsula Dezső kezelte a helyzetet. Az első kritikus kérdés maga a helyszín. Az egyértelmű, hogy az iskola területén tilos a dohányzás, csak hogy a vádiratban az szerepel, hogy a fiatalok az iskola mellett gyújtottak rá. A tanár viszont állítja, hogy a fiatalok az iskola területén dohányoztak. A grundes szelete ugyanis még az iskolához tartozik. Kérdés melyik? Semmi sem jelzi, hogy meddig tart az iskola telke. Az sem világos, hogy a tér további részein egyáltalán tilos-e a dohányzás. Tiltó tábla nincs, hamutartó viszont bőséggel van. A grund végében van ugyan kerítés, de a kapu nyitva van, szabadon jöhet-mehet bárki, ami azt az érzést kelti, hogy ez egy közpark. A Pécsi Pedagógus Szakszervezet képviselője szerint ugyanakkor a tanárokat régóta zavarja, hogy a helyi fiatalok ide járnak be bandázni. Kértük azt, hogy valami kerítést, hogy valamit próbáljanak kitalálni, hogy legyen ennek az iskolának is iskola udvara, és ne tudjon oda fűfa bogár mindenki bejönni, aki csak éppen akar, és ez soha nem lehetett megoldani. Ennek ez elvi kérdés. Jancsula Dezső 30 éve tanár, látott ő már mindenféle gyereket. Ezért gondolta, hogy kezelni tudja a szerinte tiltott helyen dohányzó fiatalokat. Nem az a kérdés, hogy dohányzó diákok vannak-e. A mi korunkban is voltak dohányzó diákok. Mi is dohányoztunk, mi is megsértettük a házi rendet. De ezeknek a fiataloknak lett volna lehetőség arra, hogy amikor azt mondom, hogy hagyjátok be és menjetek el, hogy nem azt mondja, hogy én nem dohányoztam, hanem hogy igen, Dezső bácsi, igaza van, elmegyek. A pedagógust végül az bosszantotta fel, hogy a tinédzserek semmibe vették az intelmeit, és amint bement az épületbe, megint rágyújtottak, és amikor újra kiment, hogy megint számon kérje őket, volt képük a szemébe hazudni. Lehet, hogy túlreagálta, de miért nem reagált megfelelően a szülője, aki neveli azokat a gyerekeket, akik lógnak az iskolában és ott balhéznak más iskola környékén, mert nem a saját iskolájához megy balhézni nyilván. Ugye, mert úgy gondolja, hogy ide jöhetek, mert itt idegen tanár, az nekem ne ugasson be. Azt is a bíróságnak kell majd eldöntenie, hogy mennyiben minősül a személyi szabadság korlátozásának, ha egy 60 felé járó tanárbácsi megragadja egy erejeteljében lévő 70 kilós sportoló tinédzser táskapántját. A jelekből arra lehet következtetni, hogy a helyi 16 évesek megtanulták a leckét, és most már az iskola területén kívül bandáznak. Legalábbis erre lehet következtetni a kapunk kívül elszórt több száz cigarettacsikből. A gond csak az, hogy a hamutartó viszont itt van bent. A kékfényben Baranyi Béla riportját látták.